Veszek Ferinek másikat. Ja, milyen feledékeny vagyok. Gondoltam, hozok nektek pár üveggel. Hát nem kifent a fejem? Egészségedre. A mm. <laughs> nem ülsz le? Én még életemben nem sértettem meg senkit. Minden szavamat ötször meggondoltam, mielőtt egy szót szóltam volna. De most hallgatok és aggódom. És mi tudunk mi ezen segíteni? Anya felnőtt ember úgy intézi az életét, ahogy neki tetszik hogy menjünk fel óráként, és érdeklődjünk helyetted. De jó hideg! A gyermeknek kötelezettségei vannak a beteg szülővel szemben, de hát erről hiába is beszélnék neked. Köszönöm a látogatást, Janka néni. Én most hazaviszem a gyereket, és intézem a dolgaimat. Igaz, hogy árusit szenszesítek? De... Okay. Jaj, is istenem! <laughs> hát, néha egy-egy barátom felkeres, és megiszik egy-két korcsot, <laughs> És engem nem tekintene barátjának? Van egy kis. Kisüsti Szilván. Oh, hát akkor adjon egy felest. Kivételesen erre a nagy örömre megiszom egyet, Rozmár úr. Rozsomák? Tessék, 25 forintot kapok és teljes titoktartást. Tőlem nem tudja meg senki. Egészségére, Rozmár úr. Tényleg csak azért iszom, mert nagyon megszabjaztam. A vizet nem bírom, annyira klóros. Egészségére. Még egyet légy szíves. Két napra megyek el. Akkor két hét múlva utazol el? Tessék. Igen. Két hét múlva, két napra. De őt nem lehet egyedül hagyni, mert ha nincs kivel veszek egyen még valami baja esik. Adj még egyet. Hát persze. Elutazom hozzá két napra. Ide nem jöhet, mert nem mutatnának jól felével egy ágyban. Egészségedre. Még jó közönsége vagyok magamnak ugye Horváth Ádám a sorozat írórendező nyilatkozta azt egyszer, hogy a szomszédok karakteri, azok az, ugye ezek az embereknek valamivel jobbaknak, példamutatóbbnak kell lenniük, mint az átlag, különben funkciát veszti az egész történet, de ehhez képest a Jankanini karaktere sűrítette az összes rosszat, amit el lehet mondani egy emberről. Rossz májú volt, kiátszotta a szeretteit, és Igen, folyamatosan az alkohol. De, de legyünk őszinték, mindenkinek a közelébe van egy ilyen, vagy a családjában, vagy a szomszédságában. Van egy ilyen, csak az emberek saját magukról ezt nem ismerik el. Ugye nyilvánvaló, hogy akinek ilyen a természete, hány ilyen ember van. Nem azt mondom, hogy mindegyikben ugyanennyi rosszaság van, vagy gonoszság, mint a, a Jankában, de de mindenkinek van az ismeretségi vagy a baráti körében valaki, aki hasonlít valamilyen módon. Hát azt mondjuk, hogy én ezáltal a szerep által én lettem az ország alkoholistája, az nyilvánvaló, ugye? És ezt szokták kérdezni tőlem, hogy nem zavar? Hát mindig azt mondom, hogy lehet, hogyha innék, akkor zavarna, de mivel abszolút nem hiszem, fügyülök rá, hát azt gondolnak, vagy azt mondanak, amit akarnak. A Horváth ha valaha beszéltek arról, hogy miért volt neki annyira fontos, hogy a rossz májuság nem. és az ivászat összekapcsolódjon nem. ebben a karakterben? Nem. Nem, nem beszéltünk erről soha. Soha. Ez, ez, ilyen volt. Annyi volt nekem, hogy fönthívott az, amikor először fölhívott az Ádám, és azt mondta, Erzsikém, csinálok egy, egy, egy tévéjátékot. Pár nap, vagy pár rész lesz belőle, négy, esetleg öt. Benne van. Hát mondom, persze, akkor azt se tudtam, miről van szó. De nagyon emlékezetes nap nekem a kezdési nap, mert a lányom akkor hagyta el Magyarországot, Olaszországba ment férjhez, egy évvel az előtt, hogy elkezdtük a fa, és a fél évvel az előtt, és annyit kellett várni abban a rendszerben, mire elintéztük, hogy mehet. Hm. Már akkor itt volt meg az esküvője, és ideges voltam, mert talán nyol, ö, kocs, ö, vonattal ment, mert rengeteg könyvet vitt magával, és nem repülővel, hanem a nyugatiból indult, és attól féltem, hogy nem érek oda a vonathoz. És az Ádám mondta, nyugalom, a legelső forgatási nap, akkor volt az, hogy egy behemót nagy szekrényt ajándékozok a, a csicsiéknek, és odaértem. Szóval így bonyolítottuk le ezt a forgatást, és akkor hát nem, azt gondoltam négy-öt nap, és akkor telt múlt az idő, és mindig, hát én nagyon ritkán voltam igazából. Nekem azért volt ez ez sokáig nagy meglepetés, mert én a legkisebb epizód voltam a, a, a sorozatban. Két hetente ment, ugye, és én körülbelül két-három havonta, ha voltam. És a mai nap úgy néz ki, mint a főszereplő. És én ezt Igen. elmondtam azon a közönség találkozón, ami gazdag réten volt egy ilyen, hogy engem a közönség emelt főszereplői rangra. Mert valóban a közönség emelt, mert hát még a mai napig is előfordul, hogy vidékre megyünk előadásra, egy színházzal. És akkor egy fiatal pár várt például a múltkor, és olyan édesek voltak, mert adtak nekem ajándékba egy kereszt, egy keresztrejtvény újságot, mert hogy sokszor nyilatkoztam, hogy keresztrejtvényt vegytek. Egy bombont. És azt mondták, hogy művésznő, azért várjuk magát. Csak egyszer tessék azt mondani, hogy drága Zsuzsám. <gül> <gül> hát ez, ez igazán kedves. Olyan fiatalok, akik nem is éltek még akkor, mikor ment a sorozat. Jó, hogy egy párszor közvetítették én magam is akkor néztem meg, mert amikor ez eredetileg ment, akkor én minden este színpadon voltam. Akkor minden este játszottam. Vidéken voltam szerződésben, hol vidéken, hol Pesten, hát már Pesten. Akkor már a madácsban voltam. De <tosz> nem láttam. És amikor visszanéztem egy nyáron, hát végigbőgtem az egészet, mert nekem a legkedvesebb kollégáim mind elmentek. Erősnünk majd beszélni, de még visszatérünk egy picit a Horváth Ádámhoz. Mennyiben hagyta azt, hogy ön alakítsa akár a szöveget? semmit nem mondott. Semmit időnként ránk szólt, mert a Nemcsákkal szétröhögtük a felvételt. Mert... De át is írhatta a szövegét? Oh, ön? Nem, nem. Nem, nem, nem. De ha volt olyan, hogy más szót használtam, soha nem szólt rám. Mert ugye megtanultam kész, készenlét, Én színházi módon tanultam a szöveget, szóval úgy mentem oda, hogy az nekem már szövegtudásom volt mindenkinek. Mert úgy ment a munka, mint a villám. És szabadon poént Hát igen, azt, azt, nem soha nem szólt bele. Azt, azt én magam, ahogy akartam. Néha volt, hogy egy, egy szót mást mondtam, mert jobban jött ki, de azt ő rögtön lereagálta, és jóvá hagyta a pillantásával. Nem is beszéltünk róla. És önnek, önnek mit mond el a közönségről az, hogy sokkal fontosabbá vált Jankané karakterével kapcsolatban az, hogy iszákos, semmint az, hogy rossz májuságot, az tényleg csak a sorozatot ténylegesen nézők ismerik. És akik nem nézik a sorozatot, azok is tudják, hogy Janka néni az valóban az ország alkoholista. És ráadásul ugye a színházban az egyik a játékszínben, tíz éve játszom a nyolc nőt, Zugivó vagyok. A. a... Turoidában játszottam a medve nem játék. Ott nyílt színen meghúzom a pálinkás üveget, majdnem mindig bejött rá a taps. Mert egy zúgó nevetés. Mert ezt összekapcsolják velem, hogy a pásztor a piás. De hát azért tudják, az emberek már tudják, mert olyan például, hogy megvárnak előadás után sokszor fotózkodni, meg aláírni, meg kedveskedni, ajándékot hoznak. És amúgykor jött egy fiatal ember baranyából, és azt mondta nekem, hogy egy gyönyörű virágot hozott, és mert azt mondta, hogy én borász vagyok, de tudom, hogy a művésznő nem iszik, és ezért egy bodza szörpöt hoztam. Hát olyan kedves, nem? De. Mert hát tudják, hogy, hogy nem iszom. Ez -e? Annak ellenére, hogy volt hogy valamelyik évben öm, Buda őrs polgármestere fölkért engem, hogy a bornapok arca legyek a rendben van. Nem kellett innom, úgyhogy elvállaltam. De mivel magyarázza ezt? miért van az, hogy a közönség sokkal fogékonyabb volt arra, hogy Janka néni a piás, semmit arra, hogy Janka néni a rossz májúrokon? Nem tudom, mert valahogy menet közben megszerettek. Hm. Nem tudom, ez szimpatikus volt, ugye? Hát ahogy, a, ahogy hány filmekben látunk ellenszenves figurákat, és, és rajonganak értük. Hát ezt nem merem kijelenteni, hogy rajonganak értem, de nagyon-nagyon sok szeretetet kapok, kaptam végig. És hát mostanra ez beérett olyan módon, hogy, hogy nem is tudom, hát ne, ne, nem tudom elmondani, szóval nekem a pályám legnagyobb ajándéka az, hogy hogy annyi szeretetet kapok, hogy, és ezt visszajelzést. Szóval az, hogy most például játszottam, vasár, szombaton két előadásom volt, és a délutáni előadás előtt följött a portás, hogy egy idős hölgy keres, hogy fölhoz, fószt föl, persze egy ajándékot hozott nekem, mert annyira rajongva szeret és látta az előadást. Na most en, ez mind valahol oda vezethető vissza, mert ott indult el ez a dolog. Úgyhogy amikor kollégák, a szomszédokbeli kollégáktól egy-kettő azt mondja, hogy kikérem magamnak, hogy engem azonosítsa, hol vagyok én már attól, álljon meg a menet. Olyan népszerűséget, mint egy sorozattal, ha a színházban 40 évig játszom, akkor se lehet elérni. Mert ez vidéken bárhova mentem, integettek a kocsiba. Hát ez, 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 De soha nem érezte terhesnek kifejezetten ezt a vonását? Nem, nekem adni. nem volt terhes, mert nekem én mindig szeretetet kaptam. Azt nem mondom, hogy, hogy nem féltem, hogyha lelassított mellettem egy vezetek és ez <laughs> És az Azt is többek között. És hogyha lelassított, mert a fráz kitört, hogy valami gorombaságot mond, most nyáron például egy, 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 idősebb úr lelassított mellettem, és művésznő, imádjuk magát a feleségem. A feleségemmel együtt Dániából jöttünk, vagy Svédország valamelyik északi országból csókoltatom a feleségét, kiabáltam utána. Na hát ilyeneket mondtak, hát ennek csak örülni lehet. Azt nem mondom, hogy azért az nem Jankának szól, hanem egyáltalán az, az, otromba vezetés, ami Magyarországon eluralkodott, hogy ugye amikor ötvennel lehet menni, akkor én ötvennel megyek, mert én nem sietek sehova, én időben elindulok, én nekem nem kell kapkodni. És akkor letekeri az ő luxusat olyanak, luxusöltönyben, elegánsan ül a pali, és oda kiabál nekem, hogy a jó édes anyádat. És akkor úgy belegondolok, hogy Istenem, milyen kár rajtad ez a ruha, meg a kocsi alattad, ezzel a modorral. És ha ugyanezzel találkoznék egy fogadáson, akkor az kezet csókol nekem, és ez mondja a művésznő, örülök, hogy megismerhetem. Hát ezt utálom. De ez így van, hogy akkor megfeledkeznek magukról olyan ordenári hanggal, ezt nem bírják elviselni. Hát olyan, hova rohanunk, hova? Az az árpáthidi baleset, sokat ja. járok az hidon, mert én ott lakom, földön, és ugye, hát rettenetes. Hát miért kell, hát mind időben elindulunk, és kész, vagy nem megyek sehova. Hát. Ugye a horvát Ádámot nem tudjuk megkérdezni arról, mi volt a szándék a Janka karakterével, de azért azt ki lehet olvasni a sorozatból, hogyha az ember újra nézi, hogy nagyon erőteljesen megvette a dohányzást és az alkoholfogyasztást. Az ilyen karaktereket mindig nagyon negatívan ábrázolta. És nagyon érdekelni, mit gondol arról, hogy valószínűleg az volt a Horváth Ádának a szándéka, hogy egy ellenszenves Janka az alkoholfogyasztást is ellenszenvesé teszi, Eltelik 30 év, Jankanéni az ország sztárja, és mindenki azon röhög, hogy ő folyamatosan a piás üvegért próbál mindenféle cseleket bevetni, tehát pont ellenkező hatást ért el, mint ami eredetileg a szándéka volt. Ez, ezt ez már a közönség döntötte el? Ezt a közönség döntötte. Ki hitte, ő se hitte volna, hogy, hogy ez élse. Hát én, én, hát a lányom, aki ugye nem élt akkor Magyarországon, mert Olaszországban élt, amikor ez ment, semmit nem látott belőle, és amikor a, a boltba mentünk nyáron, amikor itthon volt a család, és Füreden azt mondja nekem a pénztáros hogy maga lopta el a gyűrűt. A lányom elejtette a korsarat, én dermedten álltam, mert fogalmam se volt, hogy én loptam el a gyűrűt, nem tudtam. De aztán kiderült, hogy én loptam el a gyűrűt, de csak akkor tudtam meg, mikor már vetítették és néztem évek múlva, annyira röhögtem rajta, hogy hát tolva is voltál? <laughs> nem tudtam, én loptam el a gyűrűt, igen volt kifejezetten kellemetlen élménye is, mert nyilván az egy a közönség szeretetnek a megnyilvánulása, hogy amikor egy piás üveghez nyúl a színpadon, elnevetik magukat. De lehet ez adott esetben kellemetlen is, mert lehet, hogy, nem drám, tehát lehet, hogy a drámai hatást szerettek volna kiváltani, nem pedig komikus. A, 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 ugyancsak Füreden történt a savanyú visz, ugye ott van a forrás. füreden amit mentünk a vízér az öcsémmel, sötét volt már este, és egy világított az öcsém a lámpával, és egy férfi, aki mögöttünk állt, ilyen Janka néni, azt mondja, na hát maga a legédesebb undoknő a világon. Na most ez megint csak egy bók volt, mert a legédesebb undoknő a világon. Hát ez is egy kedvesség, ugye? Nem mondhatom, hogy kaptam volna nem, nem, nem. Sőt, én, én, én szoktam megedéseket tenni, mikor nem olyan régen, egy két évvel ezelőtt talán egy fiatal színésznő nyilatkozta az újság, hogy annyira idegesített egy sorozat, mostani sorozatba játszik. Hogy annyira utálja, hogy nem szeret érzni. És akkor én egy, egy, alkalommal nyilatkoztam valakinek, és belesződtem, hogy üzenem a kis művésznőnek név nélkül. Hát név nélkül sokan is ismerhetnek akkor. Üzenem a művésznőnek, hogy a, a szövődébe annyira jól el lehet bujkálni a gépek mögött, és akkor nem látja meg senki. Hm? De egyet tisztázzunk, hogy a mi szakmánk az, hogy megmutassunk valamit. Vala, valamit valakinek, előadjuk jót vagy rosszat, valamit produkáljunk. Hát az, hogy mutogatjuk magunkat, de az, hogy az utcán megismernek, és itt van, hogy Jaj, művésznő csak hogy Pásztor Erzsit ismerik ha meg, vagy Janka nén. Tehát ugye nyilván minden színésznek az álma azt, hogy legyen egy olyan nagy, meghatározó szerepe, mint mondjuk Janka néni, és aztán amikor megkapja, a meg, az tud lenni élete nagy tragédiája, hogy csak azzal az azonosítják. Nem, 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 most már nekem nem, most már nem. De akkor volt ilyen időszak? Hát végig, évekig hogy az ő Anka nénit. és akkor én tudomásul vettem, mindegy, ismernek, szeretnek, örültem neki most meg, jaj, művésznő, vigyázzon magára, mert nagyon szeretjük. Hát ennél nagyobb öröm nem kell. A Five... sokszor elmondtam már, egy úri ember a sarkon, ahol én lakom, és művésznő, egy kézcsókra, adja a kezét, mert magának ez jár. Hát gyönyörű volt, nem? és akkor oda nyújtottam be. Jó napot! Hát, ez kedvesség volt. Azt nem mondom, mert néha megijedek, hogy jó Isten, mit fog mondani valami gorombaságot. De szerencsére nem. Hát azt az nem tudjuk kiküszöbölni, hogyha ha olyan adódna. De hát nem, Ugye a Szomszédok reneszánsznak nem csak az a része, hogy ilyen különböző jelenetek önálló életre keltek a videó megosztókon, hanem önnel rengeteg mém is készült, és Igen. tudom, hogy ezekkel kapcsolatban nagyon ellentmondásos a viszonya. Valamelyiket kifejezetten nem szereti. Hát én, 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 nekem nincs internetem. Úgyhogy én ezekből csak hébe-hóba hallottam ezt-azt. Akkor a Szomszédok Forever Facebook oldalt nem látta soha? Soha. Nem is hozták be a kollégák az öltözőbe, hogy... Nem, nem. És nem is érdekelt. Azt viszont volt egy újságíró, aki eljött, csinált velem a színházban egy riportot az öltözőbe, és kimentünk a büfébe, és mondom, hogy megkínálhatom valamivel. Nem, nem, azt mondja, de ha a művésznő megtenné nekem azt, hogy oda megy a büfé, a fiú volt a büfé, és egy nagyon édes fiú, és rendelne valamit. Mint Janka. Oda megyek, és ott nagyon édes fiú volt, és nem, nem tud semmiről, és mondom. Hát tulajdonképpen tejet innék, de azért nincs, ugye? Mint adjon egy konyakot. És a fiú rám néz, és azt mondja, ja, van tej. Mondom, van tej. Hát akkor adja, majd elviszem a macskának, de azért most már adja egy de azt a konyakot. Hát fiú, sehova nem dött. Zavarában, mert soha nem szoktam kérni ilyet. Igen, és akkor a, a, az újságíró föltette valahova, és mondja, hogy milyen szerették. Hát persze. Ez, ez, ez ugye a legkiresebb a Janka néninek, vagy a sor során Janka néninek. Ez? Hogy mi? Nem, nem tudom. Csak akkor vodkával volt eredetileg. Jó, ja, hát azt nem tudom, ezt most csak úgy mondtam, ezt nem tudom, hogy milyen italt mondtam ami éppen eszembe jutott, de, de igen, hát szóval nem, 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 nem akarom forcirozni, hogy nem bántott, nem voltak bántó dolgaim már, hogy kiprovokáljam azt, hogy most majd legyenek. Nem akarom, nem akarom. És hát remélem, hogy nem is lesz. Hát hogyan megszólítanak és valami sértő dolgot, vagy bántó dolgot mondjanak. De sokszor is jókedvel játsz el Janka, nincs, hogy hogyha kérik ilyen privát helyzetekben? Igen, hát tulajdonképpen, ha örömöt tudok szeretni valakinek azzal, hogy fölköszöntöm, mint Janka. Hát akkor Volt mi? Hát nem is egy. Hát nem is egy, hát összehívtak nagy társaságot, és akkor megköszönjük, de megköszönik, hogy mivel tartoznak, semmivel. Hát nekem miből áll az egy telefon? Mi volt a legíresebb vagy a legérdekesebb ilyen sztori? Hát az egyik az volt, hogy valahova csináltam egy ilyet, és összejött, tehát nagyon nagy meglepetés volt, és utána egy gyönyörű levelet írt a feleség, a férfit köszöntöttem, és nagy társaság volt náluk, és hát cseköpni, senyelni nem tudott, senki, hát nagy tapsoltak, mintha előadás lett volna, leírta a levélben, vidéken volt, és ott egy, egy, egy ö, művész a színházból valakivel beszélt a hölgy, és megkérdezte, az volt az első szava, és mennyit kért érte, bármint én. És a hölgy mondta, hogy semmit. Hm. És akkor elájultak, mert hát vannak kollégáim, akik a mai napig is csinálnak ilyet pénzért. Hát ez nem az én világom. Hm. Hát ha én ezzel örömet tudok szerezni, akkor eszembe nem jutna, hogy én ezért pénzt kérjek. És volt valahol olyan, hogy valaki úgy kérte Janka néni hogy neki magának a neve valamely sorozatbeli szereplővel megegyezett? Hát e, ebbe volt a, 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 feleség kérte, hogy a férjét Vágási Tamásnak hívják. Vágási Tamásnak hívják. Vágási Tamásnak, azt köszöntöttem 50 éves születésnapján. Ő is, azt hiszem vidékiek voltak, nem emlékszem már rá. Igen, és akkor hát csináltam reklámot, Ugye úgy, mint Janka néni, csináltam a, a busznak, a távolsági busznak, a rendőrségnek. Oh, csináltam ilyen, emlékszem, egy ilyen háznak a, a bejáratnál kapunál, hogy felhívtak, föl, ott mondom, hogy fölhívtak engem, hogy az unokámat. Nincs is unokám. Ez volt a po poénja vége, hogy mikor zsaroltam. Igen, az igen. igen. Aztán, hát több ilyen volt. Mit is érdettem? Ilyen kocsit, amit, amivel utaznak. A, a, amivel, amiben laknak is. Lakókocsit. Lakókocsit. Na, nem jutott eszembe. Azt is, mint Janka, valami volt vele. Már nem emlékszem, mert azt megtanulom pillanatok alatt, fölveszük, és annyi. Hát azért volt, amiért fizettek, de ez vállalatnak, de volt, ami nem csak ajándékot hoztak, de mindig megajándékoztak valamivel. Tudom mutatni mémeket? Igen. Tehát, nem láttam még ezeket a mémeket, azért egyet-kettőt szívesen megmutatni, csak azért, Na -na. hogy mégis akkor Igen. legalább szembesülj vele, Csak van. hallottam, mindig hallottam, hogy mémeket raknak föl, és tudja mi az? Nem. Van például a Szobosz vagy Dominika is közös mémia, azt se látta? Hát, hogy láttam? Na, hát, volna. akkor itt lehet látni, ugye ez a híres jelenet, amikor a győzelem után meghúzta a pálinkát, <laughs> és ott látható ön is a szerepben, ahogy jó egészséget kíván. Ez Na. még kedves, nem? Hát nagyon. Akkor van egy ami lehet, hogy már kevésbé, ez a, nem tudom, hogy a száraz novemberről hallottam már esetben. A száraz november, ez egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy emberek egy hónapig nem fogyasztanak semmilyen alkoholt, hogy ezzel is vizsgálják azt, Igen? hogy milyen hatással van rájuk a jelentenvet És van egy ilyen, hogy pedig egy esküszöm így idén így is megpróbáltam a száraz, száraz november. És akkor van kifejezetten politikai vicc is az azt, azt Azt nem szívesen Szóval azt, azt nem venném szívesen. Akkor azt nézzük meg, hogy hogy néz az ki. Igen. Hogy az inflációról szól a vicc. 42,6% mi az párinkának gyenge, élelmiszer inflációnak erős. Ebben igazam van. Akkor ez <laughs> még elfér. <laughs> Mert hát én is nyugdíjas vagyok tulajdonképpen, és ha belegondolok még abba is, hogy nem csak, hogy a, a, az egyik darabot tíz éve játszom, tíz éve ugyanannyiért. Hm. Ha azt egy iparos meg tudná, körbe röhögne. Igen. Mert az nem jön ki nekem, mert annyira jön neki, hogy fölvegye, hogy mi a hiba, amennyit én kapok egy este. Hát én inkább a telefont annyira szemmel föltanom. Úgyhogy ez... De akkor az ilyen vicc, amiben tehát mondjuk Orbánozzának, vagy gyócsányoznának, azt gondolom nem kérném Az, De az, ilyen típusú politikai... Azt nem bánom. Hát ez én, én elmondom, otthon beszélek Lajoshoz, Kossuth Lajoshoz. A Lajcsi, hallottad ezt? ha 19 forint a Tesco-ban egy papírzacskó, amiben megveszem, ha megveszem a, megveszem pogácsát. Föl vagyok háborodva. Most például olyan kirobbantam a tesco pont, hogy nagyon rosszul voltam egyik este. Nem mesélem el a részleteket, szóval visszaadtam mindent. Egy, csináltam egy, egy nagy hibát, hogy megsütöttem a kolbászt, és csak savanyúval ettem a sült Pokoli éjszakám volt, kiadtam, visszaadtam mindent, és megyek a szekrényhöz, és emlékeztem rá, hogy hát nem akarok túlozni, 30, legalább 30 évvel ezelőtt kaptam a Temesi Éditől egy doboz. Ilyen keserű italok, ilyen kis fiolák, én adtam neki egy, 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 egy hűtőtáskát, ami nagyon nagy volt, és ő az unokáinak, hogy a család tud menni vele. Lé, és lényeg az, hogy mondom, megiszom egy ilyet, mert hát borzalmas, rossz a gyomrom. És kinyitom a dobozt, nincs benne semmi, egy, egy ilyen fiola volt benne. Hát nem bírtam meg én nem bírtam. Kinyitottam, és már a szagától rosszul lettem, nem eldobtam. Nem szóval azért, 30 évvel ezelőtti, vagy lejárt és a családom tagjai valamikor öcsém még fönt voltak, sokszor itták ezt, mikor rosszul hülyére zabálták magunkat nálam. És akkor így elfogyott egy lányom, unokám. Hát másnap mondom, veszek egy unikumot, hogy legyen otthon, mert ez borzalmas. És elmentem a tesco és nézem az unikumot. ha mellé van láncolva egy kis üveg, egy nagy üveg és egy Nagyon kis üveg. Ha, Végigjártam az egész üzletet, jön az egyik eladó a jaj, művésznő, de régen láttam, jól van? Mondom, nem. Azt mondja, mi, hogy-hogy? Hát mondom, milyen gaz emberség az, hogy kilopják a zsebemből a pénzt? Miért kell nekem két üveggel venni, mikor nekem egy fél kort kéne? Nem kell, elmegyek. Vettem. Vettem a másik üzletbe, a Lidlbe vagy az Aldiba, már nem tudom, hol egyet. És a lányom akkor azt mondja, Mami, ugye a lányom 33 évig élt Olaszországban, azt mondja, tudod, mikor csinálnak ilyet az olaszok? Amikor le van ározva, és azért, azért a pénzért kettőt kap, azért van összeláncolva. De nálunk ezt már rafináltan úgy csinálják, hogy kettőt kelljen be, hát aki ott veszi meg. De én, aki nem hiszom, hát nekem nem kell kettő. Ilyen kicsi is elég lett volna, hát ki se még, de hát azért az legyen otthon egy ilyen. És kapszúros tekinteteket, hogyha alkolt vesz az üzletben? Nem. Nem. Nem, hát premierre például a fiúknak szoktam venni, de most már a lányoknak is. Olyan drága a virág, és mivel én nagyon sok virágot kapok, és látom, hogy Másnapra vége szinte. Úgy van ki a gyusztálva, olyan különlegesek, és olyan óriási, csak a szívem szakad meg, Persze. hogy akárhogy ápolom, akárhogy gondozom, tönkre megy. Akkor inkább veszek a lányoknak likört, mert azért mindegyik szereti. Akkor olyasmit veszek. És a fiúknak pesgőt szoktam vinni. Mert azért még ez megmaradt, hogy egymást megajándékozzuk. Vagy van egy, egy, egy születésnap, vagy névnap, amiről tudunk, akkor ilyesmit olyankor veszek. Azt olyan merült valaha Horváth Ádámmal, hogy a Jankanének a habókos italozásának esetleg a negatív oldalait is úgy bemutatni, hogy tehát azért Janka valójában alkoholbeteg, azt kimondhatjuk? Ha nem volt alkoholbeteg, mert az, ez csak ívott, Ez csak szeretett inni. nem volt ilyen hogy ne hívott volna, ha megjelent. Ah. Nem, én nem ittam soha. Hát 30 éves koromig egyáltalán nem ittam. És hm. akkor Pécset, ahol ugye pincebulik voltak, és mindig meghívtak. pincepörkölt, nagy ízék voltak, így nem bírok inni, hát álmos leszek tőle, nem kell. Te hát megettük a vacsorát, és akkor egy fröccsöt megittam, elaludtam a padon ott a pincébe. Hát elhogy, hát nem kell, nekem nem is esik jól. Na, de ez nem azt jelenti, hogy én egyáltalán nem iszom, mert most is például nagyon szerettem az édes pesgőt. Na, de fölöntöm egy kis szóda vízzel, mondom sokszor, mert tudom, hogy ez, ez abnormális. De a lányom azt mondta, akkor hozott a lányom nekem, még itt nem lehetett ilyet kapni, a pesgős dugót hogy mert mondom, Enik, hát úgy, úgy, megittam volna egy ilyen pesgőfröccsöt. Hát azért miért nem iszod meg? Hát most kibontsam az üveget, és akkor mi lesz, kijöntöm? Hát nem, hát ledugaszolod és beteszed, és akkor az ott nem? pont a múltkor rakadt a kezembe ez egy ilyen dugó, olyan, amivel le lehet zárni. Hogy azért néha én megkívánom, akkor én azt megiszom. Vagy például a, a panasét nagyon szeretem nyáron megiszom ebéd után, nem megyek sehova, hát minimális alkoholtartalma van, de nekem akkor jól esik. nem azt jelenti, hogy abstinens vagyok teljesen, hogy soha. Na de hát ez nagyon messze van az ivástól, az én ivásom. <laughs> És nálam egy 16 éves gyerek is többet iszik. <laughs> Remélem, azért talán nem. Um, ugye a nek a vélt alkoholizmusa, vagy az italozása mellett egy alultárgyalt tulajdonsága volt az, hogy rettenetesen pénzsóvár volt. Hát igen. Erre nem emlékeznek a nézők. Hát erre valószínűleg. Úgyhogy akkor nézzük meg egy összeállítást abból, hogy hogyan nyilvánult meg ez a pénzsóvársága a karakternek, és aztán beszélgessünk erről. Én most tulajdonképpen kérni jöttem hozzátok. Jött Kámul. Ti most szegény Pali halála után elég szépen örököltetek. Arra gondoltam, megkérlek benneteket, segítsetek engem valami kevéssel. Rám nem hagyott semmi ha arra gondolok, én mennyit segítettelek benneteket, akkor légy szíves, ad ide azt a fárfillért, ami a keresztrejtvényre és a tollakra kell. Anyagilag teljesen kész vagyok. Minden a főzök valami kis ételt, persze Zsuzsának. Jönnek a számlák, hónap vége van, és hol van még a nyugdíj? Nem is tudom. Megérem-e még azt a pillanatot? Reméljük. Tessék, itt van ezer forint, ebből meg tudsz venni mindent annyira röstellem, hogy néha így a nyakadra járok. És tudom, mert hát látom ebből a nyomorult ezresből, hogy nektek is nehéz. Hónap vége van, és elfogyott a pénzünk. Még az én kis nyugdíjam is. Egy kis gyümölcsre futotta meg a gyógyszerekre. Ez volt minden luxus. Hidd el, még egy kis fagylaltot se tudtam elnyalogatni, mert nekünk az is drága. Nem tudnál ki segíteni egy kis pénzzel? Ezek meg mind olyan bajas kenyér voltak, hogy szépen, az is túlzás. Ide vele hamar. Kezdj csokva. Szia. Szia. Csak nincs valami baj. Mennyi ruhám volt, saját ruhába, minden az enyém. Szerencsére volt ma külön munkám. Tessék, 3000 forint. Hát, ez is valami. Egy kis alami Na, nem lenne ott még egy ezres? Ráértek a nyugdíjal adjatok még egy kis pénzt. Ez is egy kis pénz. Hálat ennyi el, volt benne, Ez ennyi is kuncsorgás. Meg Választok ketté a pénzsóvárságot, mert van egy része, ami szerintem így nagyon sokat elmond a kor, hát igazából a mostani kortársadalom viszonyéről is, hogy Anka egy kis nyugdíjas, és mindig arra hivatkozik, hogy hát, és valószínűleg ez igaz is, hogy abban a nyugdíjban egyszerűen nem lehet megélni. Mennyire érezte azt, amikor játszotta ezt a szerepet, hogy itt azoknak az idős embereknek a nyomoráról is beszél, és azoknak is szól, vagy azoknak a nevében is szól, akik valószínűleg a rendszerváltás után tömegével tapasztalták meg ezt a típusú nincsenséget. Akkor még nem tudtam azért, mert, mert te legyünk őszinték, abban az időben azért nagyon sok nyugdíjasnak volt kis trabantja, kis nyaraló, kis viskók, nem mondom, hogy luxus nyaralók, de ha nem, akkor ment a, a, a Szóval egyszerűen nyaraltak emberek, a nyugdíjasok is, hát voltak a vállalatoknak, hát Füredi voltam én már olyan értelemben, a gyerekkorunk óta ott voltunk nyaranta Füreden. Az öcsémnek van ott egy háza, most már az öcsém örökölte végül azt a házat, és a mai napig is megvan. És ott láttam, hogy ugye ott voltak szanatóriumok, ott voltak bányászüdülő, vasas, mindenféle. Azok mentek minden, minden nyáron ott tele volt ember. Ez ma már nincs, így. Semmi. Ma már egyetlen egy ilyen nincs. Hát ki már bocsánatot kérek, de egyszerűen elvették a Balaton. Nem is kívánok oda menni. Hm. Nem is kívánok. Az olyan volt az a füret, hogy az, az egy mesevilág volt gyerekkorunk óta ott voltunk. Hát én 87 éves vagyok, elég sok időt töltöttem ott. Semmi kedvem nincs. És az a találkozott, amikor még ment a sorozat, hogy a nyugdíjasok kilátástalansága az így nagyon megerősítőleg hat mondjuk a nyugdíjas nézők számára, hogy erről szó van? Nem, közel nem volt olyan, mint ami most van. Nem volt ilyen. Nem volt, mert azért mindenkinek volt egy kis kertje, valami kis, ha emlékszik rá, nem emlékszik már maga fiatal de én igen, én tudom, hogy volt egy kis telek, ahova kiártak hétvégén, ott megtermelték a retket, az hagymát, tehát ma nem tudja megvenni. Hát ezt nem, nem lehet megvenni a fizetésből. Hát ez ki van zárva? Hát ezt nem lehet. Hát én nekem a nyugdíjam olyan, hogyha nem kapnám azt a 120 000 forintos mellékes pénzt, amit a kosudíjamra kapok, most egy pár éve, mert nem volt, sokáig nem volt, csak amikor jött egy olyan, mert már annyira hát gyalázatos volt, tehát 150 ezer forint volt a nyugdíjam. Most már 65 éve vagyok a pályán, és most van 190 ezer forint nyugdíjam, hát az az nagy nyugdíjak számít, mert vannak 120 ezer forintosok is. Emlékszem, a Földi Tercsinek volt 110 vagy valami ilyen nyugdíjas, akkor mindig azzal jézeltem, kis nyugdíjas, mert nekem 30 ezerrel több volt. Tehát röhely, hm. ha nem is kéne sírni rajta. De hát ezt, ezt, ezt nem lehet eltitkolni, ez borzalmas. Hát eltitkolni nem lehet, de ugye például ma olyan típusú sorozat, mint a Szomszédok, nincsen a tévében? Tehát hát Tehát az, ami nincs. a magyar valóságról merne beszélni, Na de ilyen ezt is megyünk, hogy ez is elő. hozzájárult ahhoz a sikerhez, ami volt, mert 7 millió vagy 8 millió ember nézte a, a Szomszédokat, tehát nincs hozzáfogható nézettségű sorozat a mai napon. És hát legyünk őszinték, ezt nem szeretném kihagyni. Színészek játszották a szerepeket, és nem a járók előtt, mint ma mert ma a járók elők szerepelnek főleg. De ott színészek voltak, mindig a Schubert Évát szoktam példának hozni, hogy bejött a kalapba, ahogy ő kinézett, és meg se kellett szólalni. Ott rögtön tudta a néző, hogy valaki bejött, mert színészek. Vidékről is az Ádám fölhozott rengeteg színészt, igazi színészt. De ma lejáratták a szakmánkat olyan módon, hogy állandóan hirdetik, hogy jelentkez főszereplőnek, meg Hát, bocsánatot kérek, ez, ez, olyan, mint hogyha a, a, azt mondaná, hogy nem kell, hát a technikus is jó lesz, nem kell ide mérnök, hát majd megtanul, majd belegyakorol. Bocsánatot kérek, de milyen egy hivatás, az nem úgy van, hát azért egymás mellé tesznek, egy vannak kivételek, ugye, akik soha nem végeztek semmilyen főiskolát, és az évek folyamán nagyszerű színészek lettek, senki nem vitatja. Hmm. Ilyet nem mondanak. Na de azért ehhez kellenek tanulmányok is, hát sok mindent, tehát a légzés, meg a minden. Hát messziről megmondom, hogy ki az, aki megbolondulok, hogy a légzése miatt, tehát nem sértem, hogy mit beszél. Ezek alapdolgok. És azt mivel magyarázza, hogy miért nem mer, vagy miért nem tud a mostani televízió beszélni azokról a kérdésekről, amikről a szomszédok tudott nem csak a nyugdíjasoknak a kilátástalanságáról, ott megjelentek olyan szakmák, akikről ma egyáltalában nincsenek sorozatok, egyáltalán nem jelennek meg, mint szereplők a különböző fikciós történetekben. Hát mert sok minden nem jelenik meg a tévében. A tévében lassan, lassan azt kell mondanom szégyen szemre, hogy ömlik a szenny. Olyan sok borzalomban, hogy én is inkább megpróbálom, és aztán azt mondom, inkább olvasok. És akkor kikapcsolom, fölhúzom magam, mert majd nem hogy néz. Hát a hírektől ugye megbolondulunk, mert csak borzalmakat hallunk. Az, hogy például a vezetés, ugye, hogy milyen kulturálatlan, hogy milyen nem tudnak, de a Mercedes-eket azokkal a luxuskocsikkal, mert olyanok, azokat nem is igazoltatják. Mert azok száguldoznak. Hát szágú, hát milyen, milyen dolog ez? Miért? Kicske ország ez rengeteg autóval. Ugye a parkolásnál, hát gyilkolják egymást az emberek. Hát borzasztó. Hát szóval. De, 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 ilyenekről soha nincs szó. Erről nem beszélünk. Ez. ez, És a televízióban ilyen olyan műsorok voltak, hogy. Hát nem is tudom. Na, hát azért megnézem a 150 évvel ezelőtti filmeket, mert azt boldogan megnézem, mert olyan színészek vannak benne, és azt még élvezem, de ez, ami most ott, hogy leöntik egymást tojással, belemásznak, a... nem is tudom, hogy és akkor még néha színészek is vannak köztük, hogy egy egy szín. és akkor megkérdezem magamtól, hogy te jó Isten, ez miért vállalta el ezt? Hogyan vett részt ebben a... Hát feltétlenül pontosan tudjuk, hogy mi az. Hogy állják. tudjuk, tudjuk. Tudjuk, mint ahogy mondom, hogy mennyi a nyugdíjam, és mennyi a, ha nem kapom a, akkor a 150 ezer forintos, vagy a 190 ezer forintos nyugdíjamból, ha nem dolgoznék 87 évesen, vagy nem kapnám azt, aki akkor hogyan élnék? Meg hát a rezsimet nem tudnám kifizetni. Pedig nem a Visegrádi várban lakom, hanem egy panelban. De hát a számlám jön, és pancsolok, fürdök, mosok mert ez a szenvedélyem még ráadásul, de most visszafogom magam, és csak akkor mosok, amikor már tele van a, de nem olyanokat, hogy beledobottam és megbeindítottam, mert élveztem, mert szerettem kidobni az erkére a ruhát száradni. Ezek luxusok, luxusnak számít, ma már. A pénzsóvásának ugyanakkor volt egy kifejezetten negatív vonása is Jankönyi esetében, van egy kifejezetten bestiális eset. Ugye van egy ilyen, hogy Jutka elmondja Ferinek, hogy az apja kifizette a lakás miatti adósságukat a Janka néninek, aki ennek ellenére kettő hónapig ugyanúgy elkérte a törlesztő részletet, és ha Jutka nem fut véletlenül össze az apjával, akkor nem is derül ki, hogy itt valójában De hát ez egy történni. önző nő volt, hát egy önző dög volt a Janka, hát ezt tudjuk. Ugye is rákaszkodott mindenkire tulajdonképpen, ahonnan hasznot húzhatott. Hát ez ilyen volt. Ez egy ilyen, ilyen, ilyen teremtés volt. De ezt az emberek azok, akik szeretik a jogát, nem ezt az oldalát néz. De erre vagyok kíváncsi, hogy ön szerint miért van az, hogy csak azt akar észrevenni a közönség, hogy ez egy kedves italozó szeretni volt. akarták. Van, és nem akarják észrevenni azt, hogy ez valójában szipolyozta a körülben lévőket, és ha az életükben lenne egy ilyen családtagjuk, hogy hát ők őt kerülnék, hogy csak bírnák minden erővel. Azért, mert szeretni akarták. Mert akarták, mert ezt a néző dönti el. A néző ezt senki nem befolyásolja, hát erről soha nem volt szó, soha senki nem beszélt. Ezt a néz, mint ahogy elmegyünk a színházban, maga megnéz, együtt megnézünk egy előadást, és maga azt mondja, életem legjobb előadása volt. Én azt mondtam, kivert a víz, megbolondulok tőle. Ez a színház, hm. hogy amit attól az alakítástól én azt mondom, hogy a hátam közepére se kívánom. A másik azt mondja, vagy a másikra mondom én, hogy ezt a gyönyörűt. Hát végig az egészet örömömben, bánatomban, még ilyen szépen. Maga meg azt mondja, hidegen hagyott. Tehát mit, mit szereted benne? Említett, én. hogy ön is panel lakásban él. Uh -huh. És szerintem nagyon érdekes az, hogy a szomszédok hogyan ábrázolta a panel közeget. Ugye addig, hogyha mondjuk két ilyen ikonikus magyar filmet akarok mondani, akkor a Szomjas Györgynek a Falfúrója, vagy a Tarbinának Panel kapcsolata alapvetően a lakótelepi közeget élhetetlen, sivár, elidegenedett világnak uh -huh. mutatta meg. És a Szomszédokban ehhez képest a Panel környezetben az emberek figyelnek egymásra, szeretetteljesen viszonyulnak egymáshoz, nagyon fontosak ezek a familiáris kötődések, a Szomszédok átjárnak egymáshoz, Igen. tudnak egymáshoz segítenek, hogyha kell. Igazából a karakteretek nincs így kapcsolatuk a lakótelepi világon kívül, maximum annyi, hogy eljárnak és ott vannak esetleg munkatársai. Igen, hát én nekem, én a szomszédaimmal, én is így vagyok, hogy amióta be... 40 éve lakom ott, vagy nem tudom mennyi. És én egy nagypolgári lakásban laktam Újpesten, és amikor a lányom elhagyta az országot, akkor már én ott nem éreztem jól magam, az anyukámmal. Ma, ma nem sokkal később meghalt, és beköltöztem ebbe új korába a panelba, és a szomszédomékkal együtt. És a mai napig jóba vagyunk, segítjük egymást, ha kell, rábízunk kulcsot, ízét, mindent kölcsönösen. Ez egy ilyen kapcsolat. És hát még egy-két olyan emberrel, a többiek cserélődtek, azokat nem tudom, de mindenkivel fölöttem lakóval jóba vagyok. Mindenkivel tulajdonképpen. És akkor én hova húztad? Melyik Panel környezet ábrázolás írja -e leginkább az élményeit. Az, ami a szomszédokban jelent meg, vagy inkább az, ami a szomjasnál van. Ez, ez annyira egyéni, hogy az egyik túloz, a másik meg negatív értelemben túloz. Uh -huh. az, az egyik pluszban, a másik negatívban. Ez, ez egyénileg változó. És a, a, a én például nem érezném jól magam egy budai villalakásban, mert nem tudnám föntartani. Nekem hiába lenne egy, egy, és akkor télen a kocsiba járjak át a hídon, síkos ízében, megbolondulnék. Nem kívántam, soha nem vágytam erre. De van, aki vágyik. Viszont azt tartom elviselhetetlennek, hogy amikor ilyen világban élünk, mint most, akkor a televízióból például árad a dicsekvés, a nagyképűség, a pofátlanság, amikor el fogsz ájulni, ha meglátod, hogy milyen autóval jár. Engem speciál nem érdekel, hogy ki milyen autóval jár. Nekem nem, ez nem jelent semmit. De az, hogy olyan műsorokat adnak, hogy kőgazdag fiatalok, akiknek nem kell dolgozni, és ömlik hozzájuk a pénz, és tobzódnak, akkor adják ezt a tévében, amikor az szerencsétlen szülő nem tud a kölykinek venni egy iskolatáskát, mert nem telik rá. Hát milyen világ ez? A, 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 ezeket a sorozatokat, nem sorozatok, hanem például ez a tánc, meg a, a énekversenyek, mert énekelünk. Az olaszok nem énekelnek ennyit, mint nálunk mindenki, és a főzésről nem is beszélve, mert a séfek séfe. Megbolondulok már a jelzőktől is, hogy sztárséf. Hát hadd döntsem el én, ha étkezem valahol, hogy nekem ki az sztár, séf. Nem, ott mindenki sztár. Hogy, de mert ez is, hát ordítoznak, mert ugye a remszitől eltanulták, és azóta minden legorombítják. És oda elmennek emberek jelentkezni, hogy szókognak, és te hülye vagy, miért mentél oda? Hát magad akartad, hogy rúgjanak fenéken, mert úgy vannak az emberekkel, mint a kapszarongyal. Na most ilyeneket közvetít a tévé. Ez nekem egy látvány, de senki nem beszél arról, hogy Bemutatják, hogy a, nem tudom én milyen énekes, milyen uszodát épített, meg milyen ízét, Hát milyen, milyen világ ez. De ez nem a kapitalizmus felejárója? De ez egy értéktelen dolog, hát ráadásul miért kell ezt forszírozni? Ugyanakkor nincs egy normális film, nincs egy tévéjáték. Hát, hogyha megnézi a tizedes, meg a többiek századszor, akkor századszor adják, akkor századszor nézem meg, mert olyan. Hiába tudom, már kívülről tudom a szöveget, akkor is az egy valami. De az, amit ott csinálnak, hogy beugranak a... nem tudom én... Na, fölhúzom magam nagyon. De pont nem, szerintem ez egy nagyon fontos konfliktus, mert ugye a Szomszédok, amikor elindult még a rendszerváltás előtt, de a rendszerváltás után tudott igazán nagy karriert befutni, és Gyakorlatilag azzal egy időben hogy kialakultak a kapitalista keretek Magyarországon, azt mondom, egy nagyon puritán életvitelt, egy nagyon puritán szellemiséget sugárzott. Érezte azt, amikor ment a sorozat, hogy kifejezetten helyre teszi mondjuk a társadalom értékítéletét a panellakásokkal kapcsolatban, ami addig egy ilyen megvetendő, lenézett társadalmi státuszt jelentett. Igen, hát most mit vár tőlem? Érezte azt, hogy van egy ilyen jó szándék a szomszédokban? Hogy Nem tudjuk mondani. azt is megbecsülni, hogy van négy fal és tető az, az is, hogy menet közben... Igen, hát egy igen. Hát az Ádámék például ugye a, a Szent István Parkban laktak, ami hát ugye a, ugyanannak a kerületnek, amiben én panelozok, ők a ott vissza. laktak. De egy, egy szoba garzon volt, szóval egy, 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 egy szobás lakás volt, egy hatalmas terasszal, a terasz volt a minden. Csodálatosan megcsináltatták, de szerényen, szolidan éltek, szóval nem a Visegrádi várban laktak, hanem nagyon szerény körülmények között és egyáltalán nem rázták a rongyot, nem azok, senki se a Karola. Karola is egy olyan családból jött a főiskolára, amikor nagyon nagy szegénység volt, mi akkor jártunk 50-es évek. A Karola papája professzor volt, egyetemi tanár, cserédjük volt. Az hozta a ruhát a vizsga előadásra. Karola ugyan esküdött rá, hogy ezt én találtam ki, de nem igaz. Hogy ott a a ruhával. De ez olyan szerény lány volt, ez egyáltalán nem kérkedett azzal, hogy, hogy ők dús gazdagok voltak hozzánk képest. Hanem ott, ott egyforma nem egy osztályba jártunk, ők a, az Olti Magda vezette osztály, mi meg a szinetár. És igazából az egész főiskola minket irigyelt, mert a szinetár volt az a pasi. hát aki ma is, aki hát tudjuk, hogy milyen. És mindenki oda akart járni a vizsgapénzt, amikor vizsgáztunk, pénzt szedtünk, hogy bejö, bejö, be akart jönni, mindenki be akart jönni a vizsgánkat nézni. Növendékek, fölsősök is, alsósok, mindenki. És akkor pénzt szedtek a fiúk, mert ugye nagy szegénység volt, hát borzasztó szegénység volt abban az időben. Én a rakott szoknyámban és a madéra blúzomban, amiben érettségiztem, abba jártam végig a főiskolát. Azzal szerződtem Debrecenbe, mint színésznő, amit még otthonról hoztam, mint gimnazista. Hát olyan, és az természetes volt, nem volt. Tehát a Hofi, együtt kerültünk le Debrecenbe, ő akkor szerződött oda, amikor én, és a, 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 az évek folyamán, ugye hát haláláig jobban voltunk, az évek folyamán a, a, azzal hányszor elmesélte, hogy az állagos föl se nézett, csak azt mondta, művész úr, megint baj van, mert meglátta a pecsétgyűrűt, amit a Géza vitt a zaciba. Ez olyan mindennapos volt. Hát nem mentünk haza például, az én apukám 60 filléres bélyeget beletette a borítékba, mert a telefon nem volt. 59-ben végeztem a főiskolát. Akkor mentem Debret. És akkor az apukám a 60 filléres bélyeget beletette a levél, hogy tudjak válaszolni. Albérletben laktunk, a férjem katonadót fizetett. Hát a szegénységtől nem láttunk. És boldogság volt. Kiültünk a, 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 a presszóba, Erzsikét akartam mondani, de az a főiskolám volt, a főiskola mellett volt az Erzsike. Debrecenben egy presszó volt, már nem tudom a nevét, a színház mellett, és akkor öte-hatan ültünk egy aztán, és egy valaki vett egy szimplát. Most már nem tudják, mi az, hogy szimpla. A fekete kávé volt dupla és szimpla. A szimpla másik pohárba kapta, és azzal elültünk ott, és jól éreztük magunkat. Ma lát maga olyan fiatalit, akik jól érzik, és annyira nevetnek, hogy majd nem bepisélnek. Mert mi így éltünk, abban a nagy szegénységben. De akkor azt jól érzékelem, hogy nagyon irritálja ez a, a korszaknak az új kivagyiskodása. Nagyon. Engem nagyon. Engem borzalmasan zavar az például, hogy a 80-100 ezer forintos cipőkbe járnak, és ott, olyan természetesnek tartják. Nem lehetett nálunk, nem lehetett a, 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 az iskolába hát mit mondjak a, az, hogy ez a dicsekvés, hogy ez a kivagyiság, mindig ezzel jönnek. Hát mutasd meg, milyen ember vagy, és akkor én majd eldöntöm, hogy, hogy ki vagy te. De ez a folyton az, hogy mi van. Nem, az a, nem, nem érdekel, hogy milyen luxus autóval jár a, az, hogy, és a másik. És a... elkezdtem mondani azt, hogy ezek a, mennek ugye ezek a műsorok versenyek azért nem tudom nézni, mert a zsűri, itt nem zsűri, hanem a zsűri verseny ez a versenyzőkkel, hogy Először is úgy vannak fölöltöztetve, hogy a hajam az égnek áll. Hát az övék is igen. Hogy nem lehet, ez nem, 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 ez a dolguk. A zsűri az volt, aki, a, a, akik a, szomsz, a, a ki mit tudnak, a zsűrjei voltak. Szakemberek, Várkonyi Zoltán, Szinetár Miklós, Sulyok Mária, Major Tamás. Az volt egy zsűri, akik beszéltek, akik elmondták, hogy ez ezért nem, ez azért nem az, hogy én ott tündököljek, és legyőzzem a majkát, meg a meg tudom én micsoda, és az odaszól, és mond egy jó nagy gorombaságot a nocsó nő ott hát megbolondulok tőle. Durvák, gorombák. Tóth Gabi nem a szívecsücska művészlőnek. Nem, Isten ilyen énekel. Csak, Csak az orgenás, nem, igen, nem, nem. És a másik se, a primad, a színésznő Hát az is ruhában, meg izébe, hát nem erről szól a verseny, hanem ő a Nóri. Hogy? A Nóriról tetszik beszélni? Kiről? Ja, nem a voice tetszik beszélni. Nem, én a, a, a valamelyik izében, amiben ezek mindig, mert az előzetesben látom, ja. hogy ez valami durvaságot mond annak. És akkor az a nő meg, mint nem is tudom, Szent Antallné, úgy ül ott, hát a fölötte áll mindenkinek, de olyan ruha van rajta, hogy <laughs> színésznő. Nem tudom, hogy hívják mostan, nem jut eszembe, bocsánatot kérek. <laughs> Igen. Annak, hogy vége lett a szomszédok, sokat szokták ezt elemezni, hogy a tévén belüli hatalmi harcok okozták-e, vagy az van, hogy tényleg a sorozat megfáradt vizuálisan bármilyen szempontból, de van egy szempont, amit szerintem soha nem elemeztek még, és nagyon érdekel a véleménye. Mert az előbb arról beszélt, hogy ez egész kivagyiskodás, ez hogyan térítette el ezeket a műsorokat, a színészetet, a filmszínészetet, a sorozatszínészetet, és így tovább. Szerepet játszott a szomszédok kifulladásában, vagy megszüntetésében az, hogy nem akart ezzel versenyre kelni? Anyagi okok játszottak közre. Kizárólag? Kizárólag. Kizárólag. Fá, nem volt egy drága sorozat azért. Hogy? Nem volt egy drága sorozat. Egyáltalán nem. Hát a TV megvette a két lakást, az meg is maradt, ugye, ezt aztán eladták, mert az TV tulajdon lett. És a TV szakemberei dolgoztak ott. És az Ádám, mint a villám úgy dolgozott, és akkor bekapcsolódott a bújtor. Producerként. Igen. És akkor valami nézeteltérés is volt köztük. Hát hol Horváth Ádám egyszer arra, hogy a Bújtor István valójában direkt szabotálta el a szomszédokat. Ezt nem tudnám igazolni, mert nem tudok róla. Azt tudom, hogy a Bújtor kezdett egy másik sorozatot, ami szintén befulladt Győrben. Abban is benne voltam egy alkalommal. De az igazi okot nem tudom, de nézeteltérések voltak. De akkor a tévévezetése anyagi okokra hivatkoz, mert ez tényleg nem volt egy drága sorozat, tehát nyilván még az akkori tévé is ki oh. tudta volna gazdálkodni. Inkább tűnik ez politikai döntésnek, vagy ilyen hatalmi döntésnek? Valami, valami olyasmi, sosem kérdeztem meg. Ugye én összejártam a Karolával, jobban voltunk, de soha erről nem beszéltünk. Hm. Nem, nem volt téma, ezt sajnáltuk, hogy vége. De igazából soha nem tértünk rá, nem beszéltünk róla. Azt érezték, hogy a politika neheztel a szomszédokra, mert ugye 90-94 között MDF kormány van, azt lehet tudni, hogy ők nagyon rossz néme vették azt, hogy a szomszédokban folyton panaszkodnak az életszínvonalra, és azt gondolták, hogy önök az MSZP szekerétől. De aztán 90 ben jött a Horn kormány, és ugyanúgy folytatódott a szomszédokban Igen. a panaszáradat, és akkor azt gondolták, hogy önök akkor lehet inkább jobboldaliak. És aztán mégis 99-ben szülik meg a sorozat. Érezték azt, hogy a politika... Nem, nem. Én én a magam részéről legalábbis nem. nem. Én nem. Én nem is gondoltam ilyesmikre. Végelet sajnáltam, de nem boncolgattam ezt, hogy mi a kiváltók, mert akkor biztos, hogy rátértem volna, sőt, hát azért volt, amikor nem a Karol, de többnyire a Karola jött hozzám, mert ugye én egyedül élek, és ott tudtunk nyugodtan beszélni, de néha én is fölmentem. És akkor, sőt, már az Ádám a második sorozatát csinálta, Igen. amikor egyszer fölmentem, és, mert azt mondta a Karcsi, hogy az Ádám elmegy otthonról, csak én vittem híreket, és az Ádám leült, és hallgatta. És akkor mondom, na ha most, ha már itt van az alkalom, akkor hadd mondjam meg magának, hogy a második sorozatból engem kihagyott, holott nekem kellett volna játszani. <laughs> Annyira rögtek rajtam. A de jó pofán zajlott, mondtam, hogy a vár Éva játszott, az az én szerepem volt. Hát mondom, hogy, 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 miért csinálta ezt? és csak nagyon nevettek, nagyon. Ugye maga a horvát, de úgy jutott, a szomszédokról az nem művészet volt, hanem gyakorlatilag egy televíziós publicisztika. Érezték azt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás történetét önökön keresztül éli meg az ország? Nem. Nem, nem semmi ilyesmi nem volt. Semmi olyasmi nem volt, ami, ami, nem. És emlékszem, hát ugye a színházban Zenteferivel játszottam, a, 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 Mézével jobban voltam privátim, a Jucikával, a Margiton keresztül, a lányán keresztül, mert én sokat játszottam ott fönt az IBS-be, amit a Margit vezetett akkor, a Margit, földesi Margit. És akkor soha nem beszéltünk ilyesmikről. Szóval egyszerűen nem, ez, ez, ez nem ment rajtunk keresztül. De azt nem is érezt, hogy van ilyen hatása? Tehát azért azt lehetett látni, hogy miközben az ország az első szabad választásokra készül, a szomszédokban a karakterek nagyon-nagyon szkeptikusak a váltással kapcsolatban. A rendszerváltásnak a hurrá optimizmusa nem jellemzi a sorozatot. Igen. Ez nem foglalkoztatta önöket? Nem. nem. Nem, mindenki törödött a maga. Én ráadásul mondom, olyan ritkán voltam benne. Nem is tudtam nézni akkor. Tehát ilyesmi föl sem merült bennem, mert jó, jó, sok-sok év múlva néztem meg. És akkor meg végig bőgtem, földi terjel ment. A nagyon jó barátnőm volt, jaj. Hát oda voltam, végig bőgtem az egészet. Hát ez rettenetes volt nekem ez, hogy ugye szép Kort élek meg, de mindenkit elveszítek, mindenki elmegy. Hát most a Galambos Erzsét annyira megsirattam, nem is szerettem. És úgy sírtam, mikor meghallottam, hogy a szívem majdnem kiszakadt, mert az egész fiatalságom vele volt. Egy színháznál voltunk, akkor került föl ő Kecskemétről, mikor én Debrecenből. Akkor még a színetár volt az igazgató, csak a Miklós nagyon hamar leadta ezt. És akkor már nem az volt a dolog, ami, ami, aminek indult. Mert a Miklós menet közben rájött, hogy neki nem az a dolga, hogy azzal törődjön, hogy a WC-ben is kivégett a villany. Hát ez nem. És akkor hát ment rendezőnek továbbra is. De hát ezeket mind együtt éltük át. És akkor megváltozik az ember, szóval én legalábbis, én nem Őrzök, haragot senkivel, de akkor voltak problémáim az Erzsével. És akkor nem szeretném, hogyha ezt... Nem de ez, 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 ez is természetes is. Nem akarok megbántani senkit. Most már nincs is jelentősége. De hát így volt. Valóban egy a szereplőgárdája a szomszédoknak, és egy ilyen adásban szerintem fontos, hogy azokról is emlékezzük meg, akik már nem lehetnek közöttünk, és többször is utalt már a csűrös karol, karolára. Aki ugye, ugye közös öltözőjük is volt, és akivel, ahogy mondja, is nagyon jó barátnők voltak. Mi az, amire szeretné fölhívni a figyelmet, akik nem ismerhették őt, és adott esetben már csak a szomszédokon keresztül tudnak kapcsolódni hozzá? Hát Mi én... emlékezünk Csíros Korával kapcsolatban? Hát én egész más szemmel láttam őt, mert ő egy, mondtam, hogy ő egy nagyon gazdag családból, egy jó úri családból lehet mondani, és hát egy értelmi, igazi értelmiségi családból származott. Szerény volt, Fiatal korában gyönyörű volt, hát gyönyörű, nyomai nem voltak, meg sajnos ennek már a szomszédok alatt, de hát nem tudom elmondani, olyan volt, mint egy egy, egy, egy hamvas őszi barack gyönyörű lány volt. És a, a, a szerénysége, a kedvessége, hát én más szemmel láttam, mint a, 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 a mások nem, nem, tehát nem, tudom, nem tudom, ne, ugye az Ádám neki írta ezt a szerepet, hát ennél többet nem kell mondani, ezt kifogásoltam mindig, a, illetve mindig elmondom, ha olyan műsor, beszélgetős műsorom van emberekkel, hogy igen, igazából erre a pályára csak az menjen, aki mellett áll valaki, mert ez tagadhatatlan. Lásd, Galambos Erzsé, Petrovics, Csűrös Karola, Horváth Ádám ezek csinálják az utat, hát ez mese nincs. Hát ez, egy, akinek zeneszerző a férje, ugye, mint a Petrovics volt. Hát oda jött a galambos, és attól kezdve a színházban minden ő volt. És amikor eljátszotta azt a szerepet, amit nekem kellett volna, és ráadásul a Szendrő rendezte, mint vendég. A Szendrő József, aki elvitt engem Debrecenbe a főiskoláról, mondtam, Jóska bácsát maga ismer engem, és akkor azt mondta nekem, Erzsikém, a zeneigazgatóval nem lehet konkurálni. És egy életre megtanultam. Soha többet nem kérdeztem ilyet. Soha. De a Szendrővel olyan bizalmas kapcsolatom volt, mert hát ő vitte el a főiskoláról, és az első szerepem után 200 forinttal megemelte a fizetésemet, és a Dégi Pista meg a Holl István, aki ráadásul a férjem volt rögtön bementek reklamálni. Együtt szerződtünk oda, hogy Jóska bácsi, milyen dolog az, hogy ő kap. És akkor azt mondta, majd megtanulják, hogy a színésznő mindig lemarad a férfiak mellett, mert ez egy olyan ország, ahol a nőket egy kicsit háttérbe szor. És ilyen igaza lett hogy már réges-régen ezek előttem jártak, nem tudom mennyivel. Mert a nőket valóban így fizették. És fizetik a mai napig is. Hogy hát a ez a mai nappal a... sem változott meg, azt nem. mondja. Nem. Nem. És hát a áll... De akkor nem beszélik itt a színházi szakma? Tehát mi nincs arról szó, hogy színésznők és színészek fizetése között még mindig ilyen... Hát nézze, most már ott tartunk, hogy most már a színészi szakma is le van írva. Hát az ez... világos, de azon belül is akkor ez az egyenlőtlenség a mai napig megvan. Hát maximálisan. Hát maximálisan. És ezt azzal a ranggal, amivel ön rendelkezik ennyi pályántöltött év után. Sem tudja ezt tenni? Nem, mert maximum azt mondhatom, hogy ennyire nem csinálom. Jó, akkor otthon maradsz. Hát van mondják, három, már ma Nem, hát ezt mondanák. Hát van három másik, aki megbeáll. És ha nem gondolkozott azon, hogy vagy ilyen szempontból fogjon akár egy színházon belül? Magyarországon? Hát még azt se lehetett elérni, a Pécsi Ildikó Isten nyugtassa, ő volt az egyetlen, aki elintézte, amikor a parlamentbe került, hogy... Hát ugye a parlamentben nagyon sokan bekerültek, Avaristván, Iván, valakik voltak ők, Kálai Feri, bent voltak, semmit nem tudtak. Semmit. A Pécsi volt az egyetlen, aki elintézte, hogy az érdemes művészre és a kiváló művészre pénzt adjanak. Mert az csak egy kitüntetés volt. A szomszédok be el tudták érni azt, hogy azonos fizetései legyenek a színészeknek? Nem, mert... de hogy is. Ott is fizetési hát én Például volt. filléreket kaptam, mert ugye külső voltam. Nekik volt egy gázsiuk. De nem, nem, nem is tudom, talán 50 ezret kaptam alkalmanként. Azok meg 200 ezret, körülbelül ez volt a különbség. Mm. Na de akkor az élet kárpótolt. Látja, én mindig ezt mondom mikor megkérdezik, miért van olyan jó kedved? Azért, mert ilyen a természetem. Mert valahol én a mai napig is fönt vagyok már, mint névileg. Tudják, hogy mit csináltam. Hm. Na most, ez nem jelenti azt, hogy az én Gázsi mennyi volt. Hát igen, az kevés volt. Van még olyan kollégája a szomszédokból, aki ezt kötődik valamilyen... Hát a karcsival jobban vagy. aki már nincsen köztünk, és kötödik hozzá valamilyen fontos Forgatási emlék, amit most fel tudna idézni? Jó, hát azt most nem tudom, így, így hirtelen nem tudom. Hát az, az Évával voltam nagyon jó Földi, földi ter... Igen, és a földi Tercivel is. Nagyon-nagyon nagy veszteség nekem, hogy ők elmentek. Ráadásul ugye az Éva nagyon beteg volt, tolószékbe kényszerült, a, a, a tercsi meg ugyancsak, ő meg pláne el, elment. Nagyon nagyon rossz körül intézet, stb. Igen. És akkor zárásként, ezt az adást sokan fogják nézni olyan fiatalok, akik meg se születtek akkor még, amikor a szomszédok már véget ért. De hát ezek a részek elérhetőek online. Mit ajánlana nekik, miért szavazzanak bizonyat most a két ünnep között, hogyha van szabad idejük, hogy megnézzenek egy-két részt? Mivel ajánlana önnek, nekik ön a szomszédokat? hogy mivel ajánlanám, hát azzal, hogy, hogy látnak egy olyan életet, amiben nem vettek részt. Hát ők nem, ők nem éltek akkor még, nem tapasztalták ezt. És egy ilyen panel csoportot se, egész másnak képzelik, még akik ott laknak is, mert teljesen más is, nem az a világ van, teljesen más világot élünk. Teljesen más. És azért ott is történtek balesetek, meg történtek mindenféle rumlik, de nem volt ennyi durvaság az életünkben, mint ami most. Hát ha híradót már nem lehet jóformán végignézni, mert csak kegyetlenkedések, nem veri, nem válik el, nem, leszúrja. Nem, nincs pénz, leszúrja az anyját, és akkor az anyja nyilatkozik, hogy megbocsájtok a filmnek, börtönben van, de meg, de te meg kell bolondulni, nem lehet nézni. Tele vannak az emberek gyűlölettel, keserűséggel, és valami borzalom az, ami kijön belőlük. Azt tapasztaljuk, amit aztán nem lehet, nem lehet, nem, 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 napokig a betege voltam, amikor a fiú, az a vonat alá magát, mert gúnyolták, kigúnyolták az iskolatársai. És akkor mindig arra gondolok, hogy milyen otthonból jönnek azok, akik megetetnek egy gyereket kavicsal, meg homokkal, kétszer operálták a kisfiút. Milyen, milyen családból jönnek azok? És a gyerek nem mert szólni, mert annyira megfenyegetik. Hát ma nem szabadna ilyesminek történni. Hát ez nem volt abban az időben, ilyen nem létezett. Tehát ezek a mai fiatalok, ha néznek, akkor egy vadonatúj világot látnak. Hát akkor nézzük azért a szomszédokat, mert egy kihagyhatatlan És kózom, legfeje, Így van, és legfeljebb nevessék ki, vagy hülyézzék le a benne szereplőket. Mindegy, szórakozást nyújt, ha másért nem, akkor azért próbálják meg. Hát, ha marad valami, valami, visszacseng nekik belőle. A érdemes volt megnézni? Hálásak, köszönöm hogy rendkívül élvezetes volt önnel beszélgetni Aha.